Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. A mai vendég... A Step Zenekar! Szevasztok! Hello! Itt van Popper Péter, természetesen, mint régi, egykori alapítótag, ugye alapítótag voltál. Itt van Zsoldos Dedi, aki szintén alapítótag volt a Step Zenekarban, ugye? Hát, szia. Hogyne, természetesen. 87 óta. 87 óta. Két új tag, Berecki Norbi gitáros és Erdő Zoli szakszofonos, és van egy hiányzónk, a basszusgitáros, ő Keszthelyi László. Így van. De nem azért hiányzik, mert nem ért rá, hanem mert hogy a presszó nem fogadta be. Igen. Nem volt elég szék. Igen. Állva kellett volna basszusgitározni, és ez kivállalja. Igen. Na, én azt mondtam a hallgatóknak, miközben üdvözlök mindenkit nagy-nagy szeretettel, hogy ma jön a Step Story. És nem tudom, mennyire hallottátok, a Dénes Tomi is úgy búcsúzott el, hogy jön a Step, és derégen hallottunk róluk. Igen. Miközben azért, ha valaki figyel, akkor tudja, hogy a Step egy ideje újra létezik, és még zenéltek is, és koncerteztek is, de tény és való, ahogy a Dedi is mondta, 87-ben indult ez az egész történet. Amennyire én emlékszem, 87-ben, 17 évesen már akkor is rockzenét szerettem, de felfigyeltem, hogy hoppá, itt alakult egy szupergrup. Ismert előadók, ismert zenekarokból kiszálltak, és mert akkor még nem lehetett több zenekarban lenni, amennyire én tudom, hanem kiszálltatok az aktuális zenekaraitokból, és csináltatok egy új bandát. Ez így volt, öten öt felől jöttünk, ezen öten négy felől jöttünk, mert én jó magam Flipperöcsivel ugye az akkori Dolliról jöttünk, a Popi Péter a Citrom zenekarból, Attila a gitáros, az akkori gitárosunk a Varga Miklós bandből. Fehér Attila, igen. Fehér Attila és Kisza Bogábor az első emeletből, és Tere öcsi is, aki a zenekart menedzselt, ami akkor egy egészen új dolog volt, hogy a zenekarnak menedzsere van, ilyen nem is volt még ez az előtt, úgyhogy... És én arra jól emlékszem, hogy akkor nem lehetett egy zenekarnak, vagy egy zenésznek két zenekara, tehát akkor ki kellett szállni a zenekarból ahhoz, hogy egy másikat létrehozni. Bizony, hogy Péter elmondja, de hát ez óriási sajtószenzáció volt, amikor megalakult a Step zenekar, ráadásul ilyen meglepetés volt, tehát titokban kicsit nem túl látványosan, de mindenki már még a zenekarában játszott, és már mi próbáltunk, összeraktuk a dalt, és akkor egyszer hirtelen robbant a bomba. De miért kellett ezt titokban? Miért nem lehetett először kiszállni a zenekarból, és aztán megcsinálni? Jaj, hát akkor az akkori időben szerinted lehetett, meg lehetett volna beszélni mondjuk a Fenyő Miklossal, vagy a Dollival, vagy a mit tudom én kivel, hogy figyelj, mi egy másik zenekarba is szeretnénk, vagy ki akarunk szállni. Hát ez szörnyű nagy bűn volt abban az időben. De így nem volt bűn? Így is bűn volt. Így még nagyobb bűn volt. De az milyen érdekes, hogy ugye mondtam, hogy szupergrup volt, ti is így gondoltok rá, gondolom. Nem szeretem ezt a kifejezést, de hát ezt ránk sütötték. Igen, mi adtuk ezt a nevet egyébként. Hát abban az értelemben igen, hogyha mai példával kéne élni, akkor tényleg a Kisza Bogábor, meg a Flipper öcs olyan volumenű sztárok voltak ebben az országban, hogy nagyon odafigyeltek arra, hogy ők csinálnak valamit. És hát tulajdonképpen Popper Péter volt a kakuktojás. Nem is az, hogy kakuktojás, hanem a legismeretlenebb a brigádból, igen. Bár a Citromnak akkor már volt neve. Egyébként én nem a Citromból mentem, bocsánat, hanem én már itt voltam Budapesten, a Szigeti Ferivel, a Kengurú együttes. Na, és ezt akarom mondani, hogy a Citromból lett a Kengurú. Hát abban igen. Volt a Dobisanyi, aki később a Manhattanbe ment. Ebben voltak a Boros testvérek, így akik van. Ugye a Sing Singben meg a Republikban mentek aztán később. Így van. Ez olyan, mint egy családfa. Meg kutatjuk, hogy mi volt a gyerekeknél. De miért, tehát kinek volt ez az ötlete, hogy ti így álljatok össze? Hogy ezekből a zenekarokból jöjjenek el azok a bizonyos tagok? Mondjad, vagy mondjam? Ez úgy kezdődött egyébként, hogy a Kisszabó Gábor meg az öcsi nagyon összebarátkoztak a Fészek klubba mondjuk. Ugye mindenki oda járt abba az időben. Az öcsi a Flipper öcsi. Flipper öcsi, igen. Mert a Tere öcsit is. Ja, igen. Flipper öcsi, Kisszabó Gábor barátságot kötött, és ők nagyon sok helyen jártak bulizni, csajozni, stb. Sokszor előkerült a gitár, és ők elkezdtek így fantáziálgatni valami közös dologról. És egyébként valamilyen oknál fogva ezt a Hungaroton meg kifülelte, hogy itt valami készül. És akkor nem is nagyon volt más kiadó. Kicsit elkezdték bátorítani őket. Aha. Ja, ezt nem azon van, hogy ajánlatot tettek gyakorlatilag. És gyakorlatilag nem az volt, hogy visszafogta, hogy eszetekben a jusson itt robbantani ezeket a sztárzenekat, hanem csináljátok. Hát de úgy, hogy ráadásul az első emelet is dübörgött, a Dolliról is dübörgött, a Kengurú éppen készült beindulni. Tehát, igen, hogy... hát ő... Ez egy nagy döntés volt az öcsi részéről, de egyébként tudatos döntés volt. Tehát eljutott a Dollyról
oda zeneileg, vagy nem tudom, tehát olyan szórakoztató műfajban. Nagyon sikeres volt, nagyon sok lemezt adott el, és az öcsi akart egy kicsit változtatni. És a Gábor is az volt, hogy kipróbált volna valamit. Tehát, hogy azért a steppel mi már nem annyira populáris dalokat játszottunk. Természetesen mi is sláger zenét, de sokkal bátrabbak voltunk, sokkal jobban kipróbáltunk stílusokat, és sokkal jobban elmentünk irányokba. Hogy és nem csak ugye a Hungároton meg elővette a zsebszámológépet, és azt mondta, hogy Dolliról együttes az elad minden lemezéből 450 000 darabot, az első emelet elad minden lemezéből 350 000 darabot, a Varga Miklós elad 250 000 darabot, hú, hát ebből aztán... És ezt összeadták. Ezt összeadták, és akkor megtették az ajánlatot. De azt ti tudtátok, vagy sejtettétek, egyáltalán volt fogalmatok arról, hogy ha kiszálltok az éppen aktuális zenekaratokból, akkor az a zenekar tud-e működni tovább? Vagy az egyáltalán érdekelt akkor valakit, hogy mi lesz a egykori zenekarok sorsa? Én csak a saját dolgomat tudok beszélni, de egyébként arra tudok válaszolni, hogy mindenki jól járt. Tulajdonképpen. Tehát, hogy a pillanatnyilag nem, mert egyébként én nagyon jobban vagyok a Kikivel, meg a Bogdan Csabival, meg mindenkivel egyébként az első emeletből. Akkor ők egy kicsit bajba kerültek. Egy turné előtt voltak, 3 hét volt a turnéig. Tehát, hogy nekik hirtelen nagyon meg kellett oldaniuk azt a helyzetet, hogy egyszer csak a kis Szabó azt mondta, hogy gyerekek, én holnap nem jövök. De megoldották, és akkora figyelmet és akkora empátiát kaptak egyébként emiatt, hogy soha nem látott sikert turnét csinált az első emelet is. Mi is kaptunk figyelmet, mert egyébként nyilván ez egy akkora történet volt, hogy képzeld el a sajtótájékoztatón, ami január 17-én azon a bizonyos télen volt 87-ben, amikor másfél méteres hó esett, igen, és majdnem a Török Bálinti stúdióba ragadtunk, és a Daddy szerzett valami terápiárat, hogy egyetem be tudjunk menni a Vidám színpadra, ahol a sajtótájékoztató volt. Bizony, és Bodrogi Gyula moderált, igen, a sajtótájékoztatót. Figyelj, tehát házas volt a sajtótájékoztató. Tehát ennek a nagy hónak ellenére tehát is volt, igen, a sajtó, átveregette magát a sajtó a havon. Mindenen, és tele volt a Vidám színpad, a sajtóképviselő. Annyira érdekelt mindenki, hogy most mi van. És várjál, és ami hát azóta ugye nem olyan nagy hírek ezek a populáris évek, de a tévé híradóban benne volt. Just László bemondta. Kérdez, hogy megalakult aztán. Így van. Mert hogy abban az időben még ezek nagyon nagy hírek voltak. Na jó, folytassuk innen, mert engem nagyon érdekel a Step Story, mert hogy egyrészt átéltem még fiatalon, másrészt azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk hasonlóképpen, vagy vannak hasonlóképpen a hallgatók is, de ez tök jó itt tőletek hallgatni. Bekapcsoljuk a zene, a hangszereket, nézzük meg, hogy szól a gitár, a szaxofon, a billentyű, Daddy beül a kis dobja mögé, hát most ez egy ilyen kahun, úgynevezett egy ilyen akusztikus előadása a daloknak, tehát nem úgy fognak szólni ezek a dalok most, ahogy annak idején megszokták a rajongók, ugye? Tehát igen, kicsit... ez most egy ilyen lightos, soft verzióba fognak, hiszen ugye alkalmazkodtunk a stúdió körülményekhez, és annyiban passzol ez a dal az eddigi beszélgetéshez, hogy ez a dal, amit most el fogunk játszani, ez a legelső dalunk, amit azon az éjjelen, azon a január 16-ai éjjelen fejeztünk be, és siettünk vele a sajtótájékoztatóra. Erdő Zoli szaxofonosnak lesz egy feladata még mielőtt elkezdtek zenélni, hogy megteszed, hogy becsukod a presszó ajtaját, hogy véletlenül valaki illetéktelenek bejöjjön, mert Dénes Tomi most készül haza, tudod, beköszön, miközben már zenéltek. Szevasz Tomikám, köszönjük szépen. Zolinak nagyon szépen köszönjük. Bekapcsoljuk a kamerákat, úgyhogy élőben láthatóak is leszünk a Retro Facebook oldalán, tehát nem csak a Retro Rádióban lehet majd hallgatni az Üzenet című dalt a Step együttestől, hanem látni is lehet, ahogy ezt így előadjátok. Úgyhogy tietek a színpad, parancsoljatok, tessék! Itt van a Step a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
Step zenekar, Step együttes. Együttes vagy zenekar egyáltalán? Mert ezt ti hogy hívjátok magatokat? Mindegyiket elfogadjuk egyébként, Step együttesnek hívjuk. Mert régen a zenekar csak azok hívhatták magukat zenekarnak, akik tényleg zenéltek. Mert az 90-es években aztán jöttek együttesek, formációk, akik ugye vagy csak énekeltek, vagy csak táncoltak, vagy egyiket se, de együtt voltak. De mindegy, zenekar együttes. De például az Illés, az is együttes volt. Igen. Illés együttes. Jó, de akkor az még teljesen természetes. Az Omega meg nem volt együttes. Igen, nem Omega együttes, ez még nem is hallottam soha ezt. Hát az Edda meg művek volt, érted? Sőt, mind a mai napig művek. De akkor ez még teljesen természetes volt, hogy egy együttesben a tagok zenélnek. Na, de térjünk vissza 87-re, megalakult a Step, óriási nagy őrület, írnak róla az újságok, mindenki örül neki. Na, de tényleg így van, hogy mindenki örült neki? Mert hát azt gondolom, hogy talán jól számoltak annak idején a lemezkiadónál, hogy a zenekar rajongói, ha összeadódnak, akkor valószínűleg tényleg nagy eladást lehet produkálni. De soha nem szokott ez így. Na, de hát a rajongók nem feltétlenül örülnek annak, hogy a kedvenc zenekaraikból valaki kiszáll. Nekem az a véleményem, hogy a tekintet arról, hogy az első zenekar, és ahogy a Péter mondta, hogy egy óriási sikerű turnét tartott akkor, a Dollyról együttes sem torpant meg, tehát aha, ők is folytatták tovább, bevettek helyettem egy utódot, és kiadtak egy lemezt, és óriási siker aha volt az is. Úgyhogy, és még plusz bejött a Step együttes. Tehát gyakorlatilag eloszlottak, nem lett egy ilyen nagy össz rajongó tábor, hanem mindenki. Ez nagyon megosztott egyébként a mai napig, tehát nagyon sok átfedés van a közönségben. Első emelet, Ego, Dollyról, Step, tehát hogy van azért átfedés. Mm. Voltak, akik haragosabbak voltak, persze, hát vannak harcosabbak. Igen, nyilvánvaló, igen. De többnyire azért ezt elfogadták, ezt a dolgot, meg mi újfajta rajongókat is hoztunk szerintem ebbe a körbe. Ugye az volt az érdekes, hogy persze leginkább a hölgyek érdeklődtek a zenekar. Nem is értem. Után, de attól, hogy egy jófazonú zenekar volt, nagyon sok fiúnak is, férfinak is feltűnt, hogy ezek jók, meg tetszett a zene is nekik, és csak arra reagálva, hogy mennyire volt zenekar, hogy a mi első lemezünk az teljesen élő volt. Tehát azt úgy írtuk a dalokat, hogy bevonultunk több hónapra egy próbaterembe, minden dalt és szöveget együtt írtunk szinte, és ott hangszereltük meg a próbaterembe, és amikor már begyakoroltuk, akkor bementünk a stúdióba, és teljesen élőbe feljátszottunk. Volt valaki, vagy valamilyen követendő példa előttetek, mert általában Magyarországon mindig van a zenekarok, az előadók előtt valaki, aki például az első emeletre szokták mondani annak idején, hogy a legalábbis image-ben a Kecsegugut, vagy Kecsegugut, nem tudom jól mondani, ugye a Bonanza Banzai-nál volt. Jó, Gyurán volt akkor, igen, nagyon Durán, igen. Egyébként az érdekes, hogy mi Depeche, akár ahány helyről jöttünk, mondjuk az öcsi meg én egy helyről jöttünk, igen, ezt ugye az előbb mondtam. Tehát mi inkább ilyen populáris vonalat hoztunk, az Attila ilyen rockos, vagy a Varga Mikrivel ugye rockzenét játszott. Én voltam az új hullám. A Péter ilyen új hullám volt. Igen, csak hogy volt-e a külföldön, volt a nagyvilágban valaki, aki díván hasonlóképpen több zenélt, mint több is. Aha. Több is. Hát tehát mi akkor hallgattátok az új Gyurán-Gyuránt, hallgattátok ezt, és akkor úgy. Igen, ez a fazonbai zenébe is megjelent. Aha. Bár hozzáteszem, hogy a fazon elég jó ki volt talán. Az első lemezni ezek a hosszú földigérő kabátok. Egyébként Dunai Anitának köszönhettük. Ő volt akkor, aki a stylistja volt a zenekarnak. Pedig akkor az kifejezés nem... Ezt nem ismertük ezt. Hogy... Tehát nekünk várja, menedzserünk is volt, stylistünk is volt. Mi volt még? Mindenünk volt. Facebook profilunk nem volt. Még. Öcsinek volt egy csomó testőre, sofőre, mindene volt az öcsinek. Hát ez hihetetlen. De tényleg nagyon, tehát az látszott, hogy ez nagyon ki van találva. És felismerült akkor bennem, hogy ezt valaki fentről, vagy kívülről, nem is fentről, kívülről irányítja, és ti meg örömmel vesztek részt benne. Jó volt ez a mix, tehát jó ízlése volt az öcsinek, volt egy zenei világ, amit ő képviselt és hozott valamit a Kis Szabó, ehhez hozzátette az Attila tényleg ezeket a jó gitározásokat. Én is hozzátettem azokat az új dolgokat, azokat a betéteket, tele volt zenekari részsel az dalunk, ami nem volt abban az időben divat egyébként. Nem, majdnem minden dalunkban voltak ilyen kis betétecskék. Tehát lehetett zenélni. Igen, mi megpróbáltuk ezt egyébként, hogy hogyan lehet ezt így, ilyen formában működtetni.
És akkor voltak ilyen megbeszélések, hogy leültetek, és azt mondtátok, hogy jó, akkor most írjuk dalokat, ki legyen a dalszerző. Hát öt egyéniség. Mondom, abban az időben ez nem így volt. Tehát az első lemeznél nem így volt, a többinél már egészen változott a kor, változott a technika is. Jó, ne rohanjunk előre az időben, engem most egy még az első lemeznél is tartunk, és 87-nél. Igen, tehát hogy nem volt ilyen megbeszélés, hogy akkor nem tudom, a Flipper öcsi lesz a zeneszerző, figyelj, meg a fő énekes, mert hogy ő ráépül a csapat. Koncepció is volt, hogy énekeljen mindenki. Kettő meg, hogy szinte mi az egész napot együtt töltöttük. Tehát itt valamikor délelőtt, nem reggel, mert éjszakáig el voltunk abban az időben még, valamikor délelőtt magunkhoz tértünk, elindultunk a próbaterembe, ott estig próbáltunk, közben kimentünk a nem tudom melyik kis vendéglőbe ebédelni. Vissza a próbaterembe, amikor végeztünk, akkor fészekklub, stúdiógaléria, vagy fellépés, vagy tévé, vagy ilyesmi. De nagyjából az egész napot együtt töltöttük. Néztük ezeket a csatornákat, hallgattunk együtt zenéket. Igen, akkor már voltak, jöttek Sky, meg a Super igen, Channel, meg volt talán MTV is igen, volt. Igen. Néztük ezeket, egymásnak mutogattunk zenéket, mindenki kapott valamit, jöttek ezek az inspirációk, persze, amik feltűntek ezekbe a dalokba. És ilyen nagyon érdekes mixek vannak még dalokon belül is, hogy mennyire találkoztak itt a stílusok, de nem volt ez így. Nyilván az öcsi egyébként nagyon kreatív volt. Tehát szövegben a legtöbb szöveget szerintem az öcsi írta, de az öcsi olyan szerző volt, aki feldobott egy témát, de sose fejezte be. Erre például nagyon alkalmas voltam, hogy én nagyon sok öcsi dalt fejeztem be, mert az öcsi adott nekem valamit, és aztán abból lett valami. Az első lemeznél meg a próbán befejeztük közösen. De jó, ez úgy, igazi műhely munka volt igen, akkor. Igen. Na, innen folytatjuk, rámegyünk már az első turnéra, mert hogy akkor nem csak hétvégén voltak koncertek, hanem ha a zenekar elindult, akkor volt, hogy hetekig haza sem jött. És tudod, honnan indultunk, milyen? Na, honnan? Azt nem korai, ha elmondom. Tehát az első koncertünk az Erkel Színházban volt, és hát totális telt házat. Azt se tudtuk egyébként, hogy tudtuk becsülni ezt az egész eseményt, mert ugye nekünk akkor nem volt ez természetes, de valahogy az ott fölgörült a függöny, és ott volt egy totális telt. És emlékszel, Popikám, a dob az valahogy ilyen, nem is tudom, bánkbánról ott maradt díszletet, ott felhasználtunk. Minden olyan díszletet, ami létezett, azt mi megpopposítottunk. Tehát a dobom egy ilyen forgó színpadon volt, ami kijött a földből egyszer, csak emlékszel. Tehát, és ami még szép volt, hogy mindenki az Erkel Színházban fekete-fehérbe volt. Nagyon sokan volt step sapka, úgyhogy sokak már ilyen közönség. Közönségből. És volt step sál. Mert ugye ez volt a koncepció nektek is, hogy fekete-fehérek vagytok. Hát abban az évben, abban az a lemez, fekete-fehér volt, és mindenki, aki ott a nézőtéren ült, az mindenki fekete-fehérbe, és a legtöbb step sálban. Egészségben az az érdekes, mondja a Dedi, hogy nem volt megszokott a teltház. Hát a Dolly Rollnak is teltházas koncertjei voltak. Nem, mert csak nekünk, mint egy új zenekar, tudod? Tehát mi oda mentünk, hát soha életünkben nem játszottunk sehol sem. Oda mentünk, és egyszer csak teltház volt. Tehát azért ez egy bizalom a közönség részéről. Hát igen, akkor gondolom éreztétek, na ez bejött, akkor mentünk országosan. Mert ugye egy zenekar elkezd játszogatni kisebb klubokba, és akkor egyre többen követik. Mi meg megalakultunk, rögtön kiadtunk egy lemezt, el is költöttük fiatalosan a pénzt, és az Erkel Színházba, és ott totális teltház, és akkor onnan indult egy turné. Na erről a turnéről, meg egyáltalán az élő dolgokról beszélgessünk, de most zenélünk egyet élőbe, hogy megint ülj vissza, légy szíves, a dobod mögé, vagy a kahunod mögé. Megint megszólaltatjuk a hangszereket, hogy megvan-e minden. És meg a billentyűt egy pillanatra, pedig igen, hogy minden rendben van-e? Nagyon jó. Valakit mindig küld a szél a következő dal, gitár is szól, szaxi is szól, kahun is szól, minden. A Retro Rádióban az Abaházi Presszó vendége, tehát a Step együttes, tietek a színpad, parancsoljatok! Érinti arcom, megsimoga, szétfújja kócos porcajamat, itt jár a szél, a jó barát, megrázza halkon ablakodat, megsúgja tiltott vágyaidat, itt jár a szél, egy éjjel át. Mit ő mond el nekem, még nem lehet. Szikrákkal küldök üzenetet, ébresszem benned még tüzet.
lehet a szél, érezzem, messzi jön a megye, jó úton járok, csak te vagy a cél. Valakit mindig küld a szél, hát a fél. Valakit mindig küld a szél, ha egy magad van. Valakit mindig küld a szél, hát a fél. Érzem, egyenő a húzat, elfújja, hozza álmaidat, de lette áll, mint egy kőszobor. Csak a szél mondhatja el, mit nem szabad. Szikrákkal küldet üzenetet, lobbantja lángra, igazad a szél, érezzük, messzi ő a lehet, jó úton járunk, csak ez lehet a cél. Valamit mindig küld a szél, hát a fél. Valamit mindig súg a szél, hívd magadban. Valamit mindig küld a szél. Szikrákkal küldök üzenetet, ébresszem benned, mit üzet a szél, érezzem, messzi jön a megye, jó úton járok, csak ez lehet a cél. Valamit mindig küld a szél, hát a fél. Valakit mindig küld a szél, ha egy magad vagy. Valakit mindig küld a szél, hát a fél. A Step együttes, óriási zenélés van. Én nagyon szeretem, ahogy ezt csináljátok. Tök jó úgy hallgatni a dalokat. Nagyon hiányzik nektek a basszusgitár, mert ugye a basszusgitár most nincs benne. De te a billentyűn azt nem játszod be? Hát játszom, de nyilván mást játszom. Tehát, hogy egyrészt a Laci nagyon jó basszusgitározik, másrészt az egy külön szakma. Tehát, hogy ez ilyenkor egy picit átlannak hangszerelve a dalok. Nyilván a dob se, érzetben. Azért hadd tegyem hozzá, hogy azért Kahonon még soha nem szólt Step szám, amit a világ, sőt én sem játszottam. Nekem ez egy debütálás. Még soha nem játszottál Kahonon? Hát otthon ezt kaptam a kedvesemtől még tavaly előtt karácsonyra, és nagyon-nagyon örültem neki. Virágtartónak jó volt ez. Mert játszogatom otthon rajta, amikor mit tudom, mi van kedvem, meg élvezem is, de így még nem volt használatban. Drága retro rádió hallgatók, Abaházi Presszó. Bizony, ez csak egy ősbemutató. Csak önöknek, csak most, csak ős bemutató. Ős bemutató. Na, a következő a helyzet. Elindult a Step óriási nagy sikerrel, ugye az Erkel Színházban volt az első koncert 1987, mondjatok dátumot, ki emlékszik a pontos dátumra? Én nem emlékszem. Valamikor ősszel volt. Valamikor ősszel? Igen. Tehát 87 januárjában volt a sajtótájékoztató, és ősszel volt az első koncert. Hát megjegyzem, addig... én nekem megvan a meghívó otthon, hogy ezt tudtam, hogy kérdés lesz, akkor felkészültem azt volna. Azt hittem, hogy ez annyira fontos dátum volt, hogy megmaradt. A rádióhallgatók közül ma sokan tudják pontosan. Jó, tessék, SMS számunk 0620-22-22-122. Mikor volt az első Step koncert? Ki emlékszik rá? Ha esetleg valaki ott volt, akkor a Retro Facebook oldalán, a posztok alatt, amikor szerintem élőben zenéltek. Szerintem, mire mondatok, befejezed, már ott lesz a dátum. Na, várj, ezt most megnézzük. Egyébként. Igen, figyellek. Csak közben annyit, hogy előre hoztunk néhány dalt, tehát
igaz, hogy a lemez ősszel jelent meg, meg akkor kezdődött a turné is, de az Üzenet című dal, amit az előbb játszottunk, a Támadás, talán a Júlia, ami aztán nem került a lemezre, előre hoztunk dalokat. A Júlia az kis lemez volt, ugye? Igen. És ezekkel... De várj, mit jelenti előre hoztunk? Hogy ezeket publikáltuk. Tehát, hogy tévébe jártunk. Ja, értem. Nem volt lemez, és ezek a dalok már kint voltak. Nem lehetett kirakni a Júlia, amit annak akkor idején... nem lehetett, de elmentünk vele rádióba, elmentünk. Aha. Nagyon sok tévéműsor volt abban az időben. Úgyhogy sok tévéműsorba elmentünk. Sőt, hát hívtak ezzel már bennünket fellépni vidékre. Tehát, hogy mi elmentünk az X dallal, beszélget. Nagyon sok közönség találkozó volt abban az időben. Egyébként akkor nem Júliának hívtuk, hanem Giuliának, mert Giulia, hogy akkor az öcsi képviselt egy ilyen hát olaszos, ilyen arrivederci, hát akkor nem lett Júlia, hát Giulia volt értelemszerűen. Hát a Dolly-ról sem Gina volt, értettem. És azt képzeljétek el, hogy nekem a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarában volt Kürtös az apósom, és mi behangszereltük egy egész szimfonikus betétet benne, és élő emberek játszották, és abban a borzalmas hóviharban nem elég, hogy mi is alig tudtunk oda menni, de rá másnap, ez nem a főhavazás napján, hanem valamikor egy-két nappal később, egy 30 tagú szimfonikus zenekar beszerelt a Török Bálinti stúdióba, és élőben, mint egy ilyen Beethoven szimfóniát, annyi különbséggel, hogy takjel ment mindenkinek a fülébe, de csodálatos hangszereléssel följátszották. Azt kérdezi Kovács Robertné, hol a kis Szabó Gábor? Igen, ezt mi se tudjuk. Ma esetleg valaki tudja, írja meg. El fogunk jutni a sztoriban odáig, hogy... igazoltan van távol. Hogy viszonylag hamar elkezdődött egy ilyen fluktuáció a zenekaron belül, jöttek a tagcserék, de még maradjunk ott, hogy megvolt az első pesti buli, és aztán mikor indultatok neki a vidéki helyszíneknek? Hát egyből utána egyébként. Aha. Tehát ahogy megvolt az Erkel Színház, utána elindultunk is. És milyen helyeken? Műfházakban játszottatok? Sportcsarnokokban játszottatok? Először is egy nagyon fontos dolgot kell tudni a 80-as évekről, hogy még létezett az ifjúsági ház fogalma, igen. ami egy állami támogatással működött országos hálózat volt. És az volt a lényege, hogy kis 300-500-as férőhelyes ifjúsági házakban nagyon olcsó jegyekkel a fiatalok koncerthez juthattak. És ezért nagyon sok helyszín volt. Tehát, hogy mi elindultunk, és egy turné 30 állomás volt. 5 napig nem jöttünk haza, 5 napon keresztül mentünk a különböző városokba, minden város majdnem egyforma volt abban az időben, volt a templom, a műfház, a nem tudom, a főtér, ifiház. Mindenhol egyébként ezek az ifiházak hasonlóan néztek ki, hasonló színpad volt. Semmi, a világért nem szakítalak félbe. Arra szintén nem emlékezek a kedves hallgatók, ha csak nem egyidősek velünk nagyjából, hogy abban az időben ugye nem volt ennyi sportcsarnok, mint jelen pillanatban, viszont voltak dupla előadások. Tehát mi a steppel is, főleg egyébként ahonnan én jöttem, hogy a Hungária Együttes rendszeresen játszott. Ugye egy országban volt 2-3 sportcsarnok, Debrecenben, meg nem tudom én hol volt, és dupla előadások, tehát elkezdődött egy előadás mondjuk 5-től 7-ig, és 7:30-tól 21-ig lejátszott a zenekar egy következőt. És a steppel is csináltunk mi, ha jól emlékszem, ilyen dupla előadást, tehát lehet, hogy nem fértek be abba a művelődési házban több ezren, de viszont 2 játszottunk. Ami még nagyon különleges volt, bizony. Ami még különleges volt a steppel, a akkori viszonylatokhoz képest, hogy csináltak nekünk egy fantasztikus díszletet. Tehát volt 2 kifutó, évtizedekig láttam a nagy színpadokon utána, hogy használták a zenekarok, azt csak nekünk csinálták. Fönt egy ilyen sáv, ahol a Dedi volt a dobon, 2 kifutó, igen? Ami egyébként fölemelkedett, alól a lámpák világítottak, volt egy szám, ahol az öcsi kimászott innen a rámpa alól, ez egy alumíniumból volt, marha jól nézett ki az egész, hátul az Erkel Színházban mindenkit, kamionra mentek az ifi házakba ezek a... Figyelj, mentünk, igen, úgy hát volt tervezve. Abban az időben egy... Ja, megint közben akkor... Mondja, de hát nem, hát csak ugye manapság mi van? LED fal van. Fantasztikus, csodálatos a LED fal, de a LED falnak az őse az gyakorlatilag egy épített színpad volt, tehát 3 ifa kamionnal ment a zenekar, és ott 9 róddal, és a fellépés előtt csavarhúzóval, meg kalapáccsal összeszegelték azt, egy színpad, most nagyságú, mint egy színházban. Hát festett van, hátterünk van. Volt egyébként, az Erkel Színházban festették.
egy ilyen éjszakai városkép volt, aminek az volt a specialitása, hogy ilyen UV-festékekkel festették meg, és volt egy pillanat, amikor olyan dalt énekeltünk, hogy sötét volt a színpadon UV-lámpa, akkor egy teljesen más, abban az időben az őrület volt. Úristen. Úgyhogy nagyon jól nézett ki a zenekar színpadképileg, is jól szólt, tényleg a technikusok, nagyon sok technikussal dolgoztunk, és figyelj, abban az időben egy évben volt 3 turné, tehát hogy csináltunk őszi turné, tavaszi nyári. És akkor ezeket lehetett rögzíteni valahogy? Voltak már kezdetleges videókamerák, vagy nem hát tudom. De arra egészen pontosan emlékszem, mert nekem meg is van otthon VHS videókazettán, hogy a Tatabányán volt egy olyan koncertük, ami lejött egy, a helyi kábel tévé, vagy nem tudom, milyen tévé. Tudod, hogy egy fantasztikus, jó több kamerás felvétel. Óriási. Persze. Óriási. Hát mobiltelefonnal kevesen csináltak akkor, akkor még felvételt. És a vonalat sem húzták, hogy azzal vegyek. De sajnos kevés felvétel maradt fent. Aha. Egyébként. Hát akkor meg bármit elmesélhettek. Tehát, hogy... igen, de azért szerencsére vannak olyan kilométerkövek, amik tanúbizonyságok, ezek majd kitérünk később. Jó, közben nézem, frissítem itt folyamatosan az oldalunkat, hogy valaki megírja-e a dátumot, de egyelőre még nem kaptunk pontos dátumot arról, hogy mikor volt az első Step koncert. De lehet, hogy pillanatokon belül megjön. Na mindegy, zenéjünk egyet megint, vagy nem mi, hanem ti. Dedi megint visszaül a Kahunra, mert hogy ezen úgy kell játszani, hogy az ember ráül. Bekapcsolom közben azt a csatornát, ahol a zene is jön, és aztán most a zene után, csak ezt előre mondom nektek, egyből megint beszélgetni fogunk, jó? Tehát nem adok le még egy dalt, hanem a zene után egyből újra beszélgetünk. Oké, jön az Ölej magadhoz, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban vendég a Step. Úgy ölej magadhoz, vázom, gyere melegíts, a bárnám jéghideg, rajtam már csak az segít, ha te leszel a fűtődest. Nem mondd, hogy ne legyek folytim, az eszem csak ezen jár. Tudom, hogy neked is rég ezen jár. Gyere már, gyere már. Úgy ölej magadhoz, úgy ölej. Ma éjjel úgy szólíts magadhoz, hogy sosem múljon el. Úgy ölej magadhoz, baby. Úgy ölej. Ma éjjel úgy szólíts magadhoz, hogy sosem múljon el. Gyere, Zolikám! De túl széles mértület láttam, de csak álmomban benne magamat veled. Nem mondd, hogy ne legyek oly bimat, eszem csak ezen jár. Tudom, hogy neked is rég ezen jár. Gyere már, gyere már. Úgy ölej magadhoz, úgy ölej. Ma éjjel úgy szólíts magadhoz, hogy sosem múljon el. Úgy ölej magadhoz, baby. Úgy ölej. Ma éjjel úgy szólíts magadhoz, hogy sosem múljon el. Úgy ölej, ma éjjel úgy szólíts magadhoz, hogy sosem múljon el. Úgy ölej magadhoz, baby. Úgy ölej, ma éjjel úgy
harcolj magadhoz, hogy sosem múljon el, hogy erőj! Wap-pap-pa-la-la-pap-pap-pap. Hogy sosem múljon el. Úgy ölej magadhoz végbe. Úgy ölej. Ha ilyen úgy szólíts magadhoz, hogy sosem múljon el. A Step zenekar, a Step együttes. Hát ez is óriási dal volt. Köszönjük. És írják itt a hallgatók, akik most közben volt időm, végignéztem gyorsan néhány üzenetet. A legszexisebb srácok voltak, imádás, és még mindig. Ma sem rosszak. Ilyeneket írnak a hallgatók. Nagyon kedvesek vagytok. Nézem, hogy imádom a számaitokat, mind a mai napig hallgatom. Nagyon jó, puszi. Kik ezek? Nevezd meg őket, hadd halljuk. Magdolna például. Na, meg fogtok lepődni, hát ugye főleg csak nem aki a Manócskát csinálja nekem. Ezt ő tudja, ha az a Magdolna, akkor tudja, miről beszélek. Sziasztok, drága Step együttes, ő például ezt írta. Valaki írja, hogy milyen jó lenne most kérni Szikora Robi zenéket. Hát azt Renáta írja. Kicsit később. Igen. Na, de térjük egy kicsit vissza erre arra, hogy beindultatok. Óriási nagy siker, óriási nagy őrület, a közönség imád. A szakma hogy fogadta mindazt, amit ti műveltetek? Mert a szakma az mindig a szemetekben dicsér, általában ilyen volt régebben, de miket hallottatok magatokról? Hát figyelj, csak jót. De most viccet félretéve, igazából abban az időben az volt a divat, hogy mi jártunk egymás buliaira. Tehát, hogy a keken, ha elmentünk, akkor volt ott fönn egy VIP rész, ahol csak zenészek jöttek, és egy első emelet koncerten én is ott voltam, és az összes zenekar, a bikini ott volt, az eddások ott voltak, a fiatalok. És emlékszel a pop meccsre, hogy ott milyen... Igen, tehát milyen hogy a keken, vagy bármelyik, tehát hogy például azon a Tatabányai koncerten lejött a teljes első emelet zenekar, mert megnéztek engem a Boros Csabáig. Tehát, hogy jártunk így egymás buliaira. Bementünk az öltözőbe, vittünk egy pesgőt, vagy nem tudom, tehát, hogy jó kapcsolat volt. Az, hogy a hátul, mit mondtam, nem tudjuk, nem is akarjuk különösebben tudni. Én azt gondolom egyébként, hogy jól fogadták ezt az egész dolgot. Tehát, hogy volt ennek egy olyan fajta frissessége, meg az öcsinek egy olyan váltása, amit nagyon kedvezően értékelt a szakma. Én nem parancsol semmi. Nem, csak nem, én a nagy generáció, kis generáció, ilyesmiről szerettem volna beszélni, igen. Mert ugye akkor volt az úgynevezett nagy generáció, ami tulajdonképpen az első popzenekarok képviselői még akkor a terejük teljében voltak, hát volt akkor még mindenféle zenekar volt. Igen. És mi a kis generációt alkottuk, azóta generációváltás történt, ők már az akkor nagy generáció lett az óriás generáció, igen. Nem tudom, ezt most én talán, mi meg már mi lettünk lassan nagy generáció, és hát ugye most nagyok hogy fogadtak minket például egy akkori LGT, vagy Omega, vagy ezek a zenekarok. Én tudom egyébként, mert mondok egy érdekességet, hogy ezeken a lemezeken, az első lemezen a Fenyővel dolgoztunk már zenerendező, a második lemezen a Lerpisti volt, ja nem, akkor nem a második volt, lemez volt, harmadikon a Lerpisti volt. Nekem nagyon jó. Szóval hogy örömmel dolgoztak veletek a nagy... Szöveget írt nekünk a Demién, tehát itt az előbb, amit játszottunk, a Valakit mindig küld a szél, az Demién szöveg. Zenéljük egyet, mert mindjárt 9 óra van, és akkor jönnek a hírek, és előtte szeretném, ha még egy dalt eljátszanátok. Aztán természetesen majd megyünk tovább, és meséljük a Step Story-t, mert kíváncsi vagyok, hogyha valami ennyire sikeres, akkor hogy jönnek a változások és a változtatások. Erről már mindenképpen beszéljetek, meg hát szeretném, hogyha nem csak ti beszélnétek, hanem Zoli is beszélne többek között.
meg hát ugye itt van még Norbi és a gitáros, de most játsszátok el a Vágy című dalt, ezt most mutatjuk a Facebookon is, a Retro Facebook oldalán látni is lehet mindezt, nem csak hallgatni itt a Retro Rádióban, ha szól minden, akkor az Abaházi Presszó színpadán a Step együttes itt a Retro Rádióban. Dedi, meg vagy? Tessék! De az egyik nem fele, s a kezed személyemel sorsan. Tudod, a fény nem engedhet el, fogva tart, csak a vágy, ami megmarad, őkre megmarad. Az árnyék megmarad nekem, mégis nézném arcodat, fognám két kezed, és nem engedném el, nem engedném el. Minden éjjel, míg a fény, tudom kérdezni, de az árnyék nem felel, s a kezed személyre mell sorsan. Tudod, a fény nem engedhet el, fogva tart, csak a vágy, ami megmarad, őkre megmarad.
A Step együttes, óriási zenélés van. Hát ez, ez a vágy, ez megríkatta a hallgatókat, képzeljétek el. Popper Péter, Zsoldos, Dedi, Berecki, Norbi, Erdő, Zoli, és az igazoltan hiányzó, nem a kis Szabó Gábor, hanem a Kesztei László, a basszusgitáros, ő most nincs itt. Viszont ott hagytuk abba a történetet, hogy nagyon működött, nagyon bejött az első lemez. A második lemez viszont teljesen más volt, mint az első. Hogy miért kellett a Stepnek egyik lemezről a másikra, ráadásul egy éve belül megváltoznia. Mi indokolta? Hát pont ez a matematika, ugye, amit az előbb a műsor elején én felhoztam, hogy a hanglemez gyártóvállalat összeadta az eladási példányszámokat, és miután nem adtunk el 1 millió lemezt, mert ezeket összeadtuk ezeket a zenekarok eladását, akkor nagyjából ott tartottunk. Éppen ezért vészhelyzetet hirdetett, és azt mondta, hogy nekünk valami, csináljunk valami, már valami de olyat, amivel azt azért nem növelni mondod, lehet. Bukta volt az első lemez. Egyáltalán, mert aranylemez lett, csak ahhoz képest, hogy ők többet reméltek. És akkor kellett behoznunk a képbe Fenyő Miklós. Na várják, kellett behozni, tehát ezt a Fenyő Miklós személyét a kiadó, vagy a lemezkiadó rendelte mellétek, vagy ti találtátok ki, hogy akkor viszont jöjjön. Mindjárt átadom a Péternek a mondatot, csak egy a Fenyő Mikivel kapcsolatban. Hát adódott ez a dolog, miután az öcsi meg én a Hungáriából származtunk a Dolly Rollon keresztül a Step együttesig. Hát ki volt az, akihez a leginkább azonnal fordultunk segítségért, mint a Miki. Tehát annyira magától értetődő volt, és a zenekar ezt elfogadta. Ő már nagyon sok bandából csinált sztárt, neki már, tehát hittünk neki. Péter, tiéd a szó. És az első lemeznek a zenei rendezője is a Miki volt egyébként. Tehát már akkor az ott első lemez a háttérben. Aha. Igen. És jó, jó kapcsolat volt a Mikivel. De akkor tehát nem kiadói nyomásra, hanem ti találtátok magatoknak ezt. Pontosabban az volt, hogy mi találtuk, de a kiadó meg javasolta, hogy forduljunk azért. Ja, értem. Igen. Valami változás kell. És ugye az is meg volt talán fogalmazva, hogy nincs ez a zenekar úgy menedzselve, ahogy kell. Aha. És akkor a Terőcsi zenekarból elment, és akkor jött helyette a Miki, aki egy egész másfajta menedzselésre befogott. És akkor lett ez a... Hát, igen, azért ez egy nagyon meredek ügy volt ez a koncepcióváltás. Tehát ugye szerintem a mi fazonunkkal nem volt az égvilágon semmi baj. Sőt. De ugye olyan eszközökhöz nyúlt a Miki, ami biztos, hogy feltűnést kelt, még ezek után is. És hát ez, ebben igaza lett egyébként. Gombafizurák. Mert hogy csapkodták akkor az emberek a térdüket, tehát hogy mi úgy néztünk abba a gombafizurában, meg nem egyértelműen pozitív feltűnést keltett. Hát meg azok a jóképű fiúkból egyszer csak lettek valami, nem is tudom mik, érted? Tehát, hogy nem tetszettél hogy... magatoknak? Nem. Hát képzeld el, nekem abban az időben volt az első esküvőm, és a feleségem, mikor megnyíratott először a Fenyő, és platina szőkére festetett, egy hónapig sírt az akkori mennyasszonyom. Akkor ezek igazi hajak voltak, tehát igen, nem parókák. És ráadásul úgy volt az esküvőnk, hogy már ezzel a platina szőke Mátyás király frizurával jött hozzám ez a nő. Soha többet nem néztük meg az esküvői képeinket. Hát ez nem Mátyás király frizura, ez gomba frizura volt. Én kicsit Mátyás királyos voltam az első körben, mert nem volt ilyen föl. Na de várj, de nem tudják a hallgatók, csak akik tudják, hogy ez miért, mert az volt a koncepció, hogy akkor most Beatles modern, Beatles modernbe. Csináltattunk ruhákat, 3 komplett garnitúra ruhát csináltunk, kis Gábor férfi Szabónál csináltatott kis Szabó Gábor ruhát. Ha, egyébként tényleg ez volt kívül, hogy kis Gábor férfi Szabó. Na mindegy, csak a vicckedvén mondtam, de ez valóban így volt. Tehát csináltattunk 3 fellépő ruhát, és egyébként csináltattunk még utcai rohangáló ruhákat is. Ez egy nagy show volt. Kezdett kötelező volt az utcán is úgy járnunk. Tehát nem ez egy, nem egy elmez volt. Ez tök jó. És a Fészek klubban, amikor a Fehér Attila bejött farmer nadrágba, meg bőrcsekibe, és a Fenyő belépett a Fészekbe, akkor a Fehér Attila elbújt a bárpult mögé, nehogy meglássam, mert bünti lesz. És a Miki tudta. Mi volt a bünti? Azt meg nem emlékszem, de a Miki ezt megsejtette, vagy tudta, és beült a bárpulthoz, és nem ment el onnan, hanem ott elkezdett italozni. Fehér Attila nem mert előjönni a bárpult alól. Nagyon kemény. Hát képzeld az akkor még nem voltak tagcserék, tehát akkor csak a Tereöcsi idézőjelben, csak a Tereöcsi cserélődött igen, le igen, a háttérben. Akkor még annál a lemeznél még ott volt a kis Szabó Gábor, bár sajnálatos módon az a lemez már úgy készült, hogy már az előbb céloztam arra, hogy változott a technika is. Igen. És az a lemez nagyon elment ilyen gép. Bejöttek ezek a gépek, szekvenszer, dobgép, stb. És ez a Fenyő olyan lemezt akart csinálni, hogy menjünk ebbe a nagyon modern beat irányba.
és ebben már minden szemplereket használtunk, gépi basszus volt, meg minden, az a Kiszabónak nem nagyon tetszett. Hát akkor ő volt a Magyarország legjobb basszusgitárosa, és már ha jól emlékszem, a második lemezen nem volt élő basszusgitár. Oh. Hát és akkor a végén azt mondta, nem a csodálom, Szabó, nem örült, igen. Ő neki a fő oka ez volt, hogy onnan a zenekarból ő elment, azt mondta Mikinek, hogy szerintem itt rá nincs szükség. És akkor az ő helyére érkezett a Mester Tomi, igen, basszusgitárosként. Igen. Hát tulajdonképpen basszusgitárosként, bár akkor Tomi még nem tudott basszusgitározni. Leginkább az a Fehér Attila barátja volt, és egy nagyon kedves kis fiú, aki sertepelt ez a zenekar körül. Azért az lehetett sejteni, vagy tudtuk, hogy egy tehetséges fiatal bolyáról volt szó, ahogy akkor ezt mondtuk, és ott adott a koncepció, hogy nem baj, hogy nem tud basszusgitározni, ezt majd valahogy megoldjuk. Azt mindenki meg tud tanulni. Legkevesebb probléma. Hát volt már ilyen a magyar zene történelemben, ugye a Somló sem volt állítólag olyan nagyon jó basszusgitáros, amikor basszusgitáros. A Dolly Roll zenekar az én utódom meg soha nem ő effektív táncolt a produkció előtt. A Ricsi, ugye? Igen, igen. Ő akkor látott először dobot közelről, amikor már tagja volt a Dolly Roll zenekarnak, mint dobos. Hát abban az időben volt ilyen. Igen, jó. Hát ezt akkor meg lehetett csinálni. Na megint zenéjetek. Most a Szerelmi párbaj jön. Ez most melyik lemezen volt? Mert a történetet kronológiailag meséljük, de a zenéket nem feltétlenül úgy hallgatjuk, ugye? Igen. Egyébként ez a dal már jóval előbb elkészült. Ja igen, másik mikrofon. Tehát, hogy jóval előbb elkészült ez a dal, mert ez az első turnén játszottuk ezt a dalt. Ugye ott egy lemez volt, és kellettek még dalok, úgyhogy ott még írtunk plusz dalokat, amiket játszottunk ezen a turnén, és csak a későbbi lemezen. Tehát csak a harmadikon jelent meg. Ez a Szerelmi párba, igen, a harmadik lemezen. Jó, ezt most meghallgatjuk élőben, itt az Abaházi Presszóban, tehát a Step együttes a vendég, aztán beszélgetünk természetesen tovább, rövidesen jön tehát a Szerelmi párbaj. Sokszor eltűnődöm, hogy arcod milyen sápad. Érzem büszkeséget, oly arc a kéz. Tudom, jó, még néhány perc is végem. Veled a csend, bár baj a kéz. Sá! Sá! Vitatkozni nem fogok. Arcod rap, egy hűvös mosoly rám fagyott. Engedj fel, mert mosolyodtól megfagyok. Tudod jól, én megakudni nem fogok. Olyan fegyver van kezedben, mit látni nem lehet. Egy időben használod ellenem és ellened. Hát baby, most nagyon kérlek, figyelj rám. Értsd meg hát, ez nem csak az én éjszakám. Hány gyöngyös nappalon, hány álmatlan éjszakán. Vártam, de hiába nem figyelsz rám. Szerelmi párbajban válszó és kész. Szerelmi párbajban az sem baj, ha félsz. Lásd be, szerelmi párbajban aki csókra vár, az győz. Hát baby, én megváltozni nem fogok. Ha gondolod, én ennyit mindig adhatok. Fél az indulattal, bár baj, hős nem lehet. De mégis ez, ami kell, írd csak fel a címemet. Szerelmi párbajban válszó és kész. Szerelmi párbajban
a se baj, ha félsz, semmi bár baj van, a picsókra vár az ő. A Step együttes. És hát most előre szólok, hogy nem sokára bekapcsoljuk a kamerákat, és a következő dalt a Facebook oldalon is közvetítjük, meg fogjuk rígatni az egész országot. Szerintem jön az a dal, amit már nagyon sokan írtak, hogy ugye lesz, ugye eljátszátok a Lesz-e még című dalt, az jön most nem sokára, de még előtte kicsit menjünk tovább ezen a történeten. Megjelent a második lemez, teljes image váltás, zeneileg is volt váltás, igen. Tehát nem csak külsőleg. De aztán a harmadik lemeznél, vagy a harmadik lemezt már úgy készítettétek, hogy addigra viszont a Fenyő Miklós már nem volt mellettetek. Ez úgy történt, hogy a Mikivel mi egy éves szerződést kötöttünk, és aha, akkor nem tudtuk, hogy mi lesz ebből. Kötöttünk egy éves szerződést, és az volt a mi hozzáállásunk, hogy egy év után megnézzük, hogy ez milyen irányba vitt a dolgokat, és majd döntést hozunk, és hát az lett a döntés, hogy mi nem akarunk tovább dolgozni. Mikivel szép volt, jó volt, pont elég volt, és visszatértünk a saját útunkra. Egyébként nagyon érdekes volt, mert hogy ezt nagyon jól tettük, mert hogy minden idők legsikeresebb turnéját egyébként a Ciao című lemezzel értük el, tehát fantasztikus, tehát hogy olyan tömeghisztériák voltak, felszaladtak a színpadra rajongók, a kordon, tehát amit el tudsz képzelni, meg amit csak filmekben láttunk addig, az ott megtörtént velünk, hogy valahogy annyira hálás volt a közönség, hogy megpróbáltunk visszatérni a saját kis világunkba, hogy ez igazán jó sikerült. És ezt itt egy új kiadónál, az akkori Rákóczi kiadónál adtuk el lemezünket, ami azért volt érdekes, mert 6 szögletű volt vagy 8 szögletes, nem tudom hány szögletű, 8 szögletű volt a lemez borító, és ez marha érdekes dolog volt, és akkor mi egy istálóhoz tartoztunk, és abban az istálóba tartozott akkor az Ergo, meg a nem is tudom, egy csomó, Delusza, és akkor mi voltunk az ilyen szögletes lemezesek, úgyhogy ez nagyon élveztük. És sok elfogyott belőle, új ruhánk volt, emlékszel, ilyen fém orrú cipőket hordtunk, tehát ez ilyen kicsit olasz irányba mentünk. Van, igen. Volt a Carlo nevű. Carlo? Hogyne, Carlo, aki rollerrel közlekedett, már akkor rollerrel közlekedett. Csak ő szerzett nekünk ilyen ruhákat, talán szintén Duna Janitát bevontuk, ismét Duna Janita segített ezeket, megvaratni ezeket. És amikor a váltás volt, akkor az öcsi a Kertészeti Egyetemen a koncertünkön, egyébként pontosan emlékszem, most nem akarok hülyeséget mondani, ez talán aznap volt ez a nagy romániai esemény, hogy Ceausescu házaspárt akkor lelőtték, és akkor véletlenül akkor feléptünk a keken, és akkor jöttünk a színpad, és az öcsi bedobta fellépő ruhát, tehát azért megváltunk a múltunktól, és akkor ez onnan emlékszem, hogy ez többszörösen nagy pillanat volt. Milyen érdekes, hogy most ezt mondod, emlékszem, mi a Sing Singel akkor készítettük az első lemezt a rádió. Hát ez óriás. 8-as stúdiójában. És mindenki erről beszélt. Álltam a feljátszóban, és azt láttam, hogy fél órája senki nem szól hozzám. De ennyire biztos nem rossz az ének, hogy többiek hazamentek, és tévén nézték, hogy mi történik Romániában. Sose felejtem lesz az estét, egyébként nagyon jó hangulatú buli volt. Na de hogyha ennyire jól ment, és ennyire sikeres volt a harmadik lemez, és még azt is túléltétek, hogy már másodszor váltottatok menedzsert,
akkor az öcsi, a Flipper öcsi miért szállt ki a harmadik lemez után? Hát egyébként ez nagyon hasonló ez a történet, a kis párhuzamot vonok a nagyokkal, a Queen, Freddie Mercury történet. Ott is a háttérben a pénzemberek, a menedzsment, a kiadó beszélte rá a Freddie-t, hogy lépjen ki ugye a zenekarba, és készítsen szóló lemez. Itt is ugyanez volt. Tehát, hogy mi átmentünk ez a Rákóczi kiadóhoz, de ez lett a vesztünk, mert ez a kiadó, ez egy olyan ember vezette, aki egy vendéglátós üzletember volt, és abban az időben úgy szerződtek a zenekarok, hogy már azért kellett fizetni, hogy aláírjunk egy szerződést, hogy mi nála fogjuk kiadni ezt a lemezt. Mm-hmm. És ő elkezdett számolgatni, és azt gondolta, hogy egy embert megvenni sokkal kevesebben kerül, mint ötöt. Fél, mindenki jól járt rajtunk kívül, a kiadó fele annyit fizetett az öcsinek, mint amennyit a zenekarnak fizetett, az öcsi kétszer annyit keresett, mint a zenekari tag. Igen, csak maradtatok még ott négyen. Hát igen, mi meg kimentünk Franciaországba vendéglátózni. Hát akkor ti is jól jártatok, világot láttatok, pénzt kerestetek. Én akkor csináltam meg azt a produkciót, amit a mai napig is visszaemlékszem, 1000 fényképen, és egy csodálatos időszak következett, de az akkori popzenészségünknek ott egy rövid időre vége szakadt. Hát meg azért egy elég nagy érvágás volt. Képzeld el azt a napot, hogy ez úgy történt az öcsi kiválása, hogy mi elmentünk egy szerződést aláírni egy ügyvédhez, ez a bizonyos lemezszerződés, ami aznap pénzzel járt volna, és ott ül az egész zenekar, és az öcsi nem jön. Hát előtte találkoztunk, és együtt fütyöréztünk, és hogy ki mit vesz az előlegből, befizetünk autóra, és mentünk, és sétáltuk a tavaszi napsütésben. És az öcsi nem jött el, és ettől csak megérkezett a kiadó képviselő, és azt mondta, hogy van egy rossz híre, hogy az öcsi most jelentette be, hogy ő kilépett a zenekarba, és ezáltal ez a szerződés most nem fog aláírni. Az akkor egy elég nagy pofon volt a zenekarnak, hiszen munkák közben már készült a következő lemez, dalok készültek, nekem akkor született egy gyermekem, terhes volt a feleségem, tehát hogy ott nyilván terveztünk egy csomó mindent. És fel sem merült, hogy megmaradtok öcsi nélkül? Képzeld el, hogy de azonnal felmerült bennem. Ugyanis ez egy hétfői nap volt, és szombaton popmeccs gála. És oda mentem a zenekar, és azt mondtam, hogy gyerekek, popmeccs gálán hétvégén föl fogunk lépni egy új dallal öcsi nélkül. Ott volt a Mester Tomi, ott volt a Mén, tehát én az énekeltünk. Mondom, nyilván el fogjuk veszteni a közönségünk egy részét, de egy részét meg fogjuk tartani. És annyira el volt kényelmesedve ez a drága step zenekar, annyira el volt mindenki foglalva minden dologgal, hogy ez senkit nem érdekelt valójában. És őszintén szólva én egy kicsit így besokaltam ettől. És akkor végül is ott lett ennek végül, hogy azt mondtam, hogy akkor, hát akkor nem vagytok hajlandók arra, hogy most ezt a 3-4 napot kőkeményen végig dolgozzuk, hogy akkor legyen annyi. Ők már akartak menni vendéglátózni, én már arra felé figyeltek. Meg szerintem a Mester Tominak is más. A Tomi a Step együttes egy ugródeszkának használta fel az első perctől kezdve. Tehát addig nagyon jó volt, hogy mint kisfiú, most ott 18 éves volt, amikor bekerült a zenekarba, hogy fogalmam nincs. Hát igen, ő ott 20. szerzett nevet magának. Tehát igen, neki ez nagyon jó jött, de ahogy egy kicsit megismerték, ő azért tovább akart lépni, és a saját útját akarta járni. Na jó, jöjjön a lesz-e még, kapcsoljuk be a kamerákat, és akkor játsszátok el ezt a dalt, és akkor rámegyünk a jelenre, mert hogy ezek szerint annak idején, ez 89-90-ben itt véget ért a Step első korszakának a története, de hogy mikor és hogyan folytatódott és kikkel, azt természetesen még szeretném, ha elmesélnétek. Most tehát a Step együttes a Retro Rádióban az Abaházi Presszó vendége, és szól a lesz-e még. Tietek a színpad, parancsoljatok! Mossa az éjszakát, némán nézem az ablakát, a hideg szél arcomba vár, és fent már adják a lábán. Azt nem mondta volna, menj és feledj el. Úgy fáj, hogy valaki másszal alszik el. És ébredj fel, lesz-e még, úgy
szépség, csak egyesét szagy még, lesz-e még, lesz-e még, lesz-e még, úgy, mint ég, csak egyesét szagy még, lesz-e még, lesz-e még. Én ő távol áll, akár élet és halál. A kezében a választás, győzelem vagy pusztulás. Csak azt nem mondta volna, nem lesz folytatás. És már sarsokkal jobb a szebb osztás. Ez nem lehet vitás, lesz-e még, úgy, mint ég. Csak egyesíts, adj még, lesz-e még, lesz-e még. Lesz-e még, úgy, mint ég. Csak egyesíts, adj még, lesz-e még, lesz-e még. Egy padon fekve álmodom, csak a hangodat hallom. Rejtenék, de nem tudom, a fáknak most megsongom. Lesz-e még, úgy, mint ég. Csak egyesét adj még, lesz-e még. Lesz-e még, lesz-e még, úgy, mint ég. Csak egyesét csak még, lesz-e még, lesz-e még. A Step együttes, ott tartottunk a sztoriban, hogy 90-ben kiszállt Flipper öcsi, ti megszüntetek. A soha nem merült fel még öcsi életében, hogy esetleg egy koncert erejéig, mert ez egy idő után aztán nagy divat lett, hogy a zenekarok újra összeállnak. Mondhatom? Igen. Mert én ezt mindig forszíroztam, hogy legyen egy ilyen koncert, uh-huh. De nem lett, viszont egyszer a Dévényi Tibor behívott egy három kívánságba, ahol egyébként mi többször voltunk az életünk folyamán. Igen. Még a kezdetén is, és akkor volt egy ilyen visszatérés, igaz? Jól emlékszem? Hát igazából az egy nosztalgiázás volt. Nem volt az visszatérés, egy régi dalra playbackeltünk egy Na, műsorban. De milyen jó volt összejönnünk egy műsorban. De volt egy dal, amit 96-ban fölvettünk egy dalt. 96-ban egyszer leültünk, hogy csinálunk valamit, és komolyan gondoltuk. Mester Tomi volt az ötödik, vagy a Nem, Kis Szabó? Mester Tomi nem volt, se a Kis Szabó, Barabás Tomi. Aha. És ő volt a hangmérnök, és én írtam egy dalt, Vall Attila írta egy szöveget, szól egy dal, valamikor nem olyan rég játszottuk is valamelyik Aha. koncerten, öcsi emlékezve, hiszen az egy ilyen dal lett a későbbiekben. És akkor felvettünk egy dalt, elkezdtünk róla beszélgetni, de abban az időben kezdődtek az öcsinek ezek az eltűnései, hogy akarta, de aztán elment. Igen. És aztán onnantól kezdve időnként találkoztunk, de egyre rosszabb állapotban volt. És talán 2006 volt, amikor megkeresett engem, az ott már nagy volt a baj, hogy segíteni kéne. Mm. De nem lehetett, mert megint mi oda jutottunk volna, hogy
konkrétan kórház, meg rehabilitáció, akkor megint megszökött. Az volt a baj, hogy a körülötte lévők jobban akarták, hogy segítsenek rajta, mint ő. Hát így van egyébként, az öcsi ezt nem érte meg a tragédiának ezt az egészet. Ő ugye el volt a saját világában. A külvilág nagyon rossz szemmel nézte, vagy nagyon sajnálta, hogy ő kocsmák mélyén tölti az idejét. Ő nagyon vidáman telsztorizgatott, még verjegették a vállalatot, még ő volt a Flipper öcsi, meghívták egy italra. Ebbre is sajnos, igen. És egyszerűen ő jól érte meg. Na és aztán akkor kinek és honnan jött az ötlet, hogy, hogy már öcsi nélkül ugyan, mert öcsi már nem lehet benne, de mégiscsak legyen step. Hát kérlek szépen, 6 évvel ezelőtt egy barátom, egy budapesti klub vezetője kitalálta, hogy mi lenne, hogy csinálnék én egyedül egy steppestet. Akkor már elkezdtem ezeket a piano voice-os esteimet, és jártam a helyeket egy zongorával, és akkor az merült fel, hogy legyen egy ilyen est step dalokból. És akkor mondtam, hogy hát egyedül nem csinálnék, de hát megkérdezem a dedieket, hogy volna kedvük. És akkor így megkerestem a dedit, meg a Fejér Attilát, és akkor kitaláltunk egy ilyen step akusztikot. Akkor még Kató Zolival, Hunyec Ferivel, és akkor elmentünk egy bulit, csináltunk ebben a klubban. Hunyec Feri basszusgitáros, Kató Zoli. Szaxofonos. Szaxofonos. És kérek szépen, eljött oda azok a csajok jöttek el, akik régen is fiatalok. És ugyanolyan csinosak, és ugyanolyan fiatalok voltak, mint akkor. Hát, mint ahogy ti is. Így legalábbis van. Azt az energiát sikerült megcsípni, és egy olyan fantasztikus este volt, hogy kiderült, hogy akkor ez nem egy alkalom lesz, hanem akkor ugye elkezdtük ezt forszírozni, és akkor próbáltuk ezt így tovább görgetni, hogy akkor ebben valamit tartsunk meg, és aztán azóta, most már eltelt 6 év, tagcserék voltak, stb. Sőt, ez az akusztikot elhagytuk, akkor egy idő után ilyen modern alapokat csináltuk, azt is elhagytuk, és aztán végül is csináltunk egy ilyen nagyon élő, nagyon mai módon eljátszott step anyagot a legjobb dalokból. És ne felejtsük ki, hogy az öcsi évfordulójára viszont a MOM-ban csináltunk egy nagyon színvonalas koncertet. Tulajdonképpen innen jött az emlékkoncert koncertet. Igen, tehát hogy visszaalakultunk, akkor azt mondjuk, hogy mivel addig senki nem csinált az öcsinek emlékestet, csináltunk mi akkor ugyebben a step formációval és vendégekkel egy step emlékest, vagy egy öcsi emlékest. Úgyhogy volt szépen kisebb klubkoncertünk, egy nagyobb emlékkoncert, most legutóbb egy raktárkoncert, úgyhogy tulajdonképpen mi létezünk. Hogy hol lesz majd legközelebb, ezt el fogjátok mondani, de szólítsuk meg a két zenészt, aki itt van. Berecki Norbi a gitáros. Norbika, mint húz magad mellé, vagy elé a mikrofon. Hogy te mióta vagy a step tagja? Hát én máron 2 éve, én úgy számolom. És teljes értékű tag vagy, tehát nem az van, hogy most éppen te vagy a session zenész, mert nem tudom, Fehér Ati nem ér rá, hanem nem. Te vagy a gitáros. Nem, hát ez úgy történt, hogy akkor már Keszthelyi Laci benne volt ebben a zenekarban, aki most nincs itt. És ő vetette nekem fel, vagy először a fiúknak, nem tudom, de én akkor, mikor megtudtam, akkor nagyon örültem ennek a felkérésnek. Én akkor egy kicsit így szüneteltem egyébként. Én a Lacival előtte 15 évig ilyen parti zenekaroztam meg ilyenek, és akkor volt egy kis szünet. És akkor ennek nagyon megörültem ennek a lehetőségnek egyébként. Találkoztunk, és egy próba, stb. Hát, hogy ez egy szokott menni. A steppet te ismerted akkor, amikor nagy volt, hát 80-as évek végén? Igen, mert visszakanyarodnék, 80-as évek, akkor még kis srác voltam, és a nagynénéméknél volt Unitra márkájú lemezjátszó, és nekik volt, és akkor hallottam először, tehát akkor mi Bakeliten hallgattuk, tehát megvoltak az emlékeim a dalokról, és utána az volt a döbbenet, az első buli, akkor még a volt Race Pub, a volt Jazzy Pub, tehát a Race Pubban volt az első koncert, amikor én ott debütáltam, és azon lepődtem meg, hogy tényleg azok a rajongók, akiket a Peti említett, ott voltak, és üvöltik a dalokat, és nagyon jól érzik magukat. Hát ez mekkora felszabadulás lehetett a közönség, és hogy végre hallhatják élőben ezeket a dalokat. És neked ugyanazt kell játszani, ami a lemezen van? Vagy te beleteheted saját magad? Mennyire engednek? Szerintem igen. Tehát most készült egy pár felvétel, ahol ott engedtek szabadon. Pár dolgot azért belecsempész. De viszont azt nekem nagyon tetszik, amikor Norbi kicsit nem figyelek oda a színpadon, és a Norbi egy-egyben játssza az Attila szólóit, és az annyira jól, az annyira, tudod, ez a profi, mert nem az a profi, hogy most szólozik valamit, hanem amikor egy Eric Clapton szólót is levesz egy gitáros, úgyhogy el tudja szívből játszani. Nekem nagyon jól esik, amikor a Norbi ilyen alázatos, és tényleg ami jó, azt ő átültett a saját interpretációjában. Erdő Zoli jelenléte a zenekarban viszont azért érdekes, mert már a Kató Zoli is érdekes volt, mert annak idején nem volt szaxofonos a steppen, de aztán most megvan.
Szia, Zoli! Hello! Szia, sziasztok! Hogy te akkor mit játszol? Nézd, nekem egy nagyon szomorú apropója volt annak, hogy megismerkedtem a fiúkkal, ugyanis hát a Gyenes Béci, miután az Égi zenekarba költözött, akkor... Ja, mert hogy a Kató Zoli után jött Kató a Gyenes Béci. Kató Zoli kiment külföldre, igen, és akkor igen, a Gyenes, akkor a Gyenes Béla volt. Gyenes Béla volt, aki hát tudjuk jól, hogy a Barry White európai turnéjától kezdve nagyon sok helyen megfordult, de hát olyan zenekarok, vagy olyan zenészek fordultak még meg ebben az együttesben, mint a Mug Feri, vagy igen, ugye az említett Kató Zoli, Cutor Ignác, Bakó igen, Pisti, és hát akkor engem megkért a Béci, hogy helyettesítsen már őt, így kerültem ide, és nagyon tetszett az például, mert az említett, most is, amit eljátszottunk, két dal, tehát nyilván ez egy fúvósnak, egy szakszofonosnak, ez egy nagyon jó érzés, mikor ilyen szép dalokat, szép dalomokat lehet játszani. Igen, de eredetileg nem volt benne, vagy de volt? De benne volt. De benne volt, igen. Sőt, ez a Lesz-e még, amit az előbb játszottunk, igen, ezt a Kató Zoli játszotta föl annó. Annó lelezre, a 80-as évek végén. És nekem ez nagyon megnyerő volt, nagyon tetszett, hogy ilyen szépen lehet itt muzsikálni, jó fejek voltak a srácok, nagyon nagy szeretettel fogadtak, és én hát nagyon sokáig itt egy ilyen helyettes szerepet töltöttem be. De most már biztos tag vagy? Bíztunk abban, hogy a Gyenes Béci felépülés jól lesz. Sajnos nem így alakult a dolog, és azóta együtt muzsikálunk. És akkor az abrak az abrát ott kellett hagynod emiatt? Vagy az de az is szó hány zenekarod van még? Hát nagyon sok helyen játszom, úgyis sok mindennel foglalkozom, több hangszeren is játszom, majdnem mindegyik hangszeren más stílust, úgyhogy nem unalmas egyáltalán az életem, pláne az, hogy az abrak az abrával rengeteget muzsikáltunk, és játszunk, és én ott 15 éve játszom. Ez így alakult. A step úgy van kitalálva egyébként, hogy nem játszunk sokat egy évben, és alkalmazkodunk, ugye a Daddy is Fenyő Mikivel játszik egyéb helyeken, én sok projektben játszom, egyedül is sokat játszom, úgy van ez kitalálva, hogy akkor van buli, amikor találunk egy olyan dátumot, hogy... Ezért van kevés buli, mert alig tudjuk megtalálni a dátumot. A gyerekek közben azt látom, hogy megy az idő, és még két dalt szeretném, ha eljátszanátok, úgyhogy gyors egymás utánban, jó? Legyen az első az igen, ezt most gyorsan játszátok el, aztán utána egy... Lassan játsszuk, de gyorsan kezdünk, jó? Jó, nem. Normális tempóban játszatok el, csak hogy férjen még bele, aztán még a csávó is. Jó, csináljuk úgy. Tehát itt az Abaházi Presszó vendége továbbra is a Step együttes, jön most az igen itt a Retro Rádióban. Át, ez kegyetlen tér volt. Fent a vihar előtt várd előtt az ég volt. Mint szeméből száll fel a soha, gyönyörű lesz a világ, hát add tovább. Most ragyog az ég, de most is csak fél. Mondd miért? Félsz, hogy valaki bánt, hogy szíven talál, és kész. Nézd!
nézz a fénybe, és nemet nem olj. Tagadás elfedezi, és soha se félj. Igen, 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 mert élni kell. Igen, 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 kiállts most fel. Szint a földön olyan, mint a hó. Igen, 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 mert élni kell. Igen, 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 kiállsz most fel. Igen, 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 aki hallja, hagyja tovább. A Step együttes, és annyi időnk maradt, hogy itt gyorsan elbúcsúzkodjunk egymástól, meg hát még egy dalt azért szeretném, ha játszanátok. Dedi, maradj is a helyeden, csak egy kérdés még a Petihez, hogy mikor lehet titeket újra látni, és hol? Kérek szépen, abban a szerencsés helyzetben vagy, és a hallgatók is, hogy aki kíváncsi ránk, ezen a héten, október 8-án este a backstage-be játszunk egy koncertet, tervezünk még novemberbe is koncertet, azt még nem tudjuk pontosan, hogy mikor, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit. Véget értek a szabadtéri bulik, mindenki visszamehet a klubokba. Bizony. Használjuk ki a lehetőséget. Gyertek, amíg lehet, addig menjünk klubokba. Ott már ott lesz Keszthelyi Laci is, ugye? Reméljük, igen. Én nagyon szépen köszönöm Erdő Zolinak, Berecki Norminak, Zsoldos Dedinek, meg persze Popper Péternek, a Step zenekarnak, Step együttesnek, hogy itt voltatok. Még egy dalt el fogtok játszani, be is kapcsoljuk a kamerákat, mert hogy ezt szeretnénk megmutatni a Facebook oldalunkon is, de azért előtte gyorsan elmondom, hogy rövidesen 10 órakor érkezik majd a programajánlóval Várkonyi Attila. 11 órakor éjjeli mesék Vas Majával, holnap reggel újra Bocskorék ébresztenek mindenkit, és holnap este is lesz Szabaházi Presszó, akkor majd Hűvös Völgyi Ildikóval várunk mindenkit. Most tehát még a Step együttes a vendégem, és jöjjön a búcsúdal, hát mi más lehetne, mint a ciao, szevasztok! Titkold el, új fejezet indult el. Csá-csá, ne csábíts, ha mennem kell. Ne szólj, egy hajnalon, batyú a vállamon, elindulok. Hittem, elhittem mindent, ami nem igaz. Kérsz a kérdést, hogy miért hagylak el. Tenyeremre tettem, lelkem kár volt, nem vettem észre. Ökömbe csukom, összeszorítom. Nekem így jó, csáó.
legyen vége, csak egy szó, csáó. Ha mindent megúgytunk, csáó. Legyen vége, elég volt, maradj még, jöttél mi nyárban fél. Váratlanul szerettél, várni rá, ha elhinnél neked. Nem a csókod, a szíved lett fagyon, a tested az forgó. Ajtom becsukom, ne rákodj szavakon, nekem így jó, csáó. Legyen vége, csak egy szó, csáó. Ha mindent meguntunk, csáó. Legyen vége, elég volt, maradj még, maradj még, maradj még, szokodnánk, de csak fájjon, ennyi elég volt. Régi utakon lábam koptatom, nekem így jó, csáó. Legyen vége, csak egy szó, csáó. Ha minden meguntunk, wa-ba-ba-ba, ciao. Chiso, wa-ba-ba-ba, wa-ba-ba-ba, ciao. Chiso, ciao. Raja vega, chiso, ciao. Ha sokat hazudtunk, ó, 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 ciao.